Dél Magyar Podcast. Dél Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Sokszor van, hogy az ember gondolkodik azon, vajon mivel induljon útnak. Kerékpáron, gyalog, vagy más két keréken, motoron, de akár rollereket is említhetném. Nos, akármelyik közlekedési eszközt választjuk, mindenképpen jó, hogyha néhány dolgot észben tartunk, néhány szabályra figyelünk. Már csak azért is, mert hogy biztonságban odaérni valahova, ma már bár biztonságosnak is egyszerűnek tűnhet, azért néhány szabályon is múlhat. Val Robert Örnagyot, megbízott sajtószóvőt, köszönhetem itt a stúdiónkban a Csongrácsanádvár vármegyei rendőr főkapitányságtól, aki elvállalta azt a felkérést, ami nem lesz kis feladat azért a mai napon a számára, hogy egy kicsit beszéljünk a tavaszi közlekedésről, megjön a jó idő, nyitunk azért most már a felé, hogy ne csak az autóval utazzunk, hanem, hanem akár, akár két keréken, vagy ha a négy kereket választjuk, akkor is azért több mindenre kell figyelni. Szóval tavasz és közlekedés üdvözlöm itt a stúdióba. Ha ezt a két szót mondom, akkor rögtön mi az, ami eszébe jut egy rendőrnek? Hát először is üdvözlöm Önöket, és köszöntelek benneteket, és nagyon-nagyon fontos, hogy itt lehetek, mert a közlekedés minden részvevőit szeretnénk megszólítani, és igyekszünk őket a saját nyelvükön. Tavasz és közlekedés. Kerékpár, gyalog, és akár motorkerékpár mind a három kategória ilyenkor előkerül. És úgy, le... hogy ilyenkor a bicikli az első, ami beugrik az embernek, hogy, hogy talán az az, ami, ami a leggyakrabban. Klasszikusan mondhatjuk, hogy igen, viszont az hadszögezem a legelején, hogy Csongrácsonád vármegye kerékpáros közlekedés szempontjából, de igen, frekventált, gondoljunk a vármegyénk fekvésére, tehát sík, <laughs> nem kell hegyre fel, meg hegyre le, és ez bizony Elég komoly kényelmi faktor. Ezen túlmenően gondolhatunk itt ilyen faktorokra is, hogy Szeged Egyetemváros, tehát nagyon-nagyon sok fiatal kerékpárapattan. pattan. A másik meg itt, ezen a környéken, én úgy érzem, hogy kerékpár a 10 percnél durvad bárhol ott lehet Tehát egy rendkívül kényelmes és rugalmas közlekedési eszközről beszélünk, viszont ennek is megvannak a játékszabályai. Első és legfontosabb témakör a műszaki-technikai feltételek működőképessége és megléte. Mire is gondolok? kerékpárnak vannak úgynevezett kötelező tartozékai, és ez, hogyha, hogyha nem működik, vagy, vagy, vagy nincs meg, akkor bizony-bizony kitesszük magunkat elég komoly balasti forrásnak. Itt ugye alapvetően, amikor az ember fogja magát és veszik kerékpárt, akkor, akkor egy, egy, ami eszébe jut, hogy na innentől itt a szabadság, gyorsabban haladok, tök jó, bárhova el tudok érni két keréken. A... A tartozékoknál ott viszont, ott viszont, mint ha, ha sokszor úgy gondolnánk, hogy az, azok nem is téteznek. Tehát, hogy az, az minek. Szóval az ember bemegy a boltba, kijön a szép új kerékpárjával, és boldog, hogy van neki kerékpár, és onnantól kezdve akkor minden megvan oldva. Aztán utána este jön az első pofon, hogy hoppá, nem látok, amikor megyek az úton. Jön a második pofon, hogy hoppá, engem nem látnak. Szóval, hogy ezek itt szépen folyamatában derülnek ki, csak az a baj, hogy ez mind, mind egy, egy baleseti ok Így van. Úgyhogy vegyük is el egyenként, és ezekben a kötelező vannak olyan elemek, amelyek egyébként teljesen logikusnak, meg egyértelműnek tűnnek, viszont rend rendőri pályafutásunk során azért találkoztunk már olyan jelenséggel, ahol nem mindenkinek tűnt ez tök egyértelműnek. Kezdjük is az egyik legfontosabbal. A kerékpár kötött pályás közlekedéshez köz szerintetek? Nem. Tehát magyarul mi döntjük el, hogy merre megyünk, jobbra vagy balra. Mi kell ehhez? Egy megbízhatóan működtethető kormányberendezés. A kormányzás során nem szabad, hogy lábunk vagy bármilyen mozdulat akadályozza ezt a kormánymozdulatot. Tehát fontos az, hogy megbízhatóan működtető legyen. És hogy most ezt, ezt a tételt elmondtam egyébként, szerintem mindenki számára tök egyértelmű, hogy kerékpár a kormány kell, igaz? Na ez nem mindenki számára volt ennyire egyértelmű. Te találkozott már a rendőrség olyan esete, hogy kerékpáron nem volt kormány? Pont ezt akarom mondani, hogy nem azt azért nem volt kormány, hanem kicsit túl volt olva a szituáció. Tehát nem egy szarv kormány volt a kerékpáron, hanem egy hatalmas nagy kormány. Na most nyilván mosolycsol az, egy igen, 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 igen. az ember arcára látvány viszont az emberünk egy komolyabb esést követően szerintem kibírja rögés nélkül, mert az a kormány az pont olyan környéken, pont olyan testáikon okoz komoly sérüléseket, ahol, ahol, ez, ez bizony, komoly rizikófaktorral jár. Tehát az a lényeg, hogy nem buszkormány, hanem egy megbízhatóan működtethető szarv kell. Oké, tudunk jobbra balra menni, azért nem árt, hogyha néha meg is tudunk állni. Mi kell hozzá? Két egymástól külön működtethető, száraz és nedves időben is hatékony fék az egyik féknek az első kerékre kell hatnia, a másik féknek pedig a hátsó kerékre, és ez a hátsó fék lehet kontra és Mi is ez a kontrafék? A pedál ellenkező irány mozgatásával fékhatást érünk el, tehát az lényeg, hogy ilyen is elfogadott, de a lényeg az, hogy két külön működtető fék legyen a biciklin. Ez megint egyértelműnek tűnik, és bizony volt, akinek nem volt ennyire egyértelmű, ennek mi a vége, nem tud megállni, behalad a keresztülésbe, és ott a baj. Ez is egyébként egy csalók a dolog, hiszen nagyon sokszor azért az ember úgy számolja ki a lendületet, hogy pont ott meg, vagy nagyjából ott meg, ahol szeretne, nagyjából azzal a sebességgel megközelítve, hogy ahogy ő kiszámolta. Szóval nagyon sokszor a fékeknek az igazi szerepét nem is érezzük, csak akkor, amikor hirtelen vészfékezni kell amikor baj van, viszont az, hogy egy kerékpár kitapasztaljunk, ezt nyilván vészhelyzetbe tegyük meg, hanem, hanem itt is fontos az, hogyha új biciklérőlünk, vagy kölcsön kapunk kerékpárt, vagy tényleg egy, egy 0 km-es kerékpáron alattunk, akkor, akkor legyen egy kis tesztüzem, legyen egy kis próbakör. Érezzük ezt a érzést, érezzük azt, hogy mi hol fog és mennyire. Hát ez ugyanaz, mint amit tényleg megcsinálunk az autóval, ha van egy kis eszünk, hogy neki indulunk az úton, nyomunk egy satuféket, még lehetőleg 15-tel, amíg csak éppen gurulunk, és megnézzük, hogy mennyire csúszik az út. Tehát ugyanezt meg lehet a, a kerékpáron is a, a fékekkel. Lehetőleg ne az első féket húzzuk be elsőként, sátorat, ha nem akarunk fejreállni. Bár egészen vicces YouTube videók születhetnek ebből is. Ugye. Vicces szitok is, és akkor nyilván javaslom azt, hogy, hogy ne magunkon, meg, meg rajtunk mosolyogjanak, hanem, annak, hanem a YouTube videókat akkor próbáljuk mi is kívülről élvezni, és ezt tényleg az kell, hogy egy kis tesztüzem, egy kis próbakör. Nézzük meg, hogy mit tud, meg mit tudunk mi is, hogy tudunk megállni vele. Ezek ilyen teljesen triviális egyértelmű dolgoknak tűnnek, hogy, hogy legyen kormány, legyen fék, és gondolom, hogy legyen láthatóság. Lehet ez a harmadik láb, vagy, vagy fontos dolog, amit, amit meg kell említsünk? Így van. Amikor órákon vagyok, és gyerekeknek mesélem el, illetve mondom el a kerékpár kötelező tartozik, hogy pont ez szokott egyébként a sorba a következő lenni, hogy láthatóság, látni-látszani, mennyire fontos. A láthatóság is egy nagyon-nagyon fontos faktor. Amikor oktatáson vagyok, és gyerekeknek mondom el, hogy hogy mik a kötelező tartozik, akkor pont ez szokott a sorba jönni, jön a jó idő, és túrázások időszaka, belefutunk egy komolyabb kerékpár túrába, és nem biztos, hogy a sötétedés előtt hazaérünk egészséges dolog kivilágítás nélkül kerékpározni? Hát nem hiszem. Hogyan is kell? És mi is a szabály? A kerékpárt fel kell szerelni fehér vagy kadmium sárga színű világító berendezésre, tehát lámpával, és ezt előre kell tenni. Ennek a lámpának hátul is működnie kell, és hátul ennek a színe piros legyen. A kettőt nem ér felcserélni, mert megtévesztjük a kerékpár, az megtévesztjük a forgalom további részvevőit, tehát elől fehér kadmium -sárga, a hátul pedig piros. Nyilván nem kell lemérni a távolságot minden egyes elindulás előtt, de a jogalkotónak gondolom átjön a kívánság akarata, hogy 150 méterről ezeknek a lámpáknak már részletőnek kell lenni, tehát egyértelmű az irányvonal, ne egy kis viharlámpa pislákoljon a terül meg hátul, hanem egy normális és erős megbízható fényt biztosító fényforrás. Nem olyan régen volt egy jogszabályi módosítás, ami alapján nem muszáj most már, hogy ezek a lámpák fel legyenek kalapálva, fel legyenek a biciklire, hanem ez a lámpa lehet akár egy fejlámpa, vagy lehet akár egy táskalámpa, de a legfontosabb az, hogy ez felül, fent előre fehéret vagy sárgát világítson, hátra pedig pirosat. Hátul pedig a piros prizma nem lehet háromszög alakú. Ez miért van, hogy nem lehet háromszög alakú? Nyilván itt megint a forgalom egyéb a megtévesztéséről szól. A munkagépeknek hátul nagyon sokszor van piros háromszög alakú visszaverőelem, illetve az elakadás jelző háromszög is szintén piros és háromszög alakú. Tehát annyi a lényeg, hogy itt a megtévesztés, hogy ne tévesztük meg a forgalmat. Úgy, úgy érzik, hogy hogyha jóval távolabb lenne egy háromszög alakú valami, ami, ha, amire akkor másként kell figyelni távolságban. Tehát piros érzelni. prizma legyen háromszög alakú, és van még egy nagyon fontos faktor, ez pedig az oldalirányú észre lehetőség, oldalirányú láthatóság, ez pedig hogy tudjuk biztosítani? egy biciklén, legalább az első keréken egy átmérőn elhelyezett kettő darab borostyánsárga színű prizma kell. És fontos még tudni, hogy, hogy prizma elfogadható még ilyen szívószászerű, csőszerű, külülre patintató fényvisszaverő elem, vagy pedig egy fényvisszaverő spré, amivel a gumit, vagy pedig a felnit pregmentáljuk, tehát megfújjuk. Ebből mi az, ami általában fönn szokott tényleg lenni egy kerékpáron egy ellenőrzésnél? Mert hogy szerintem ez mind nincs rajta egy biciklin általában. Nagyon örülök a kérdésnek, mert rendszeresen szoktak kerékpáros akcióink lenni, és az elmúlt évek tendenciáit elemezve értékelve elmondhatom, hogy egyre több kerékpár van kivilágítva. Megkockáztatom, hogy területen belül, hogyha a előnözött kerékpárokat nézzük, egy 10 kerékpáron egy olyan 6-8 kerékpár már rendben van világítás szempontjából. A kérdésedre, hogy a külőprizma prizma van-e, túlnyomó részt vannak. Túlnyomó rész vannak, vagy annyi hiányosság van, hogy egy van, és az is lehet, hogy pont hátul. De az, hogy mondjuk valakinek hiányoznak ezek a fényvisszaverő visszaverő eszközök a, a kerekéről, a, például a prizmák, ez, ez, eredményezheti azt, hogy tényleg ha valamilyen jellegű megrovás büntetést bármit a rendőr, rendőrt, tehát erre figyelnek a kollégák? Figyelünk, és nyilván szankcionálunk. Na most a szankciórendszer az nálunk úgy néz ki, hogy figyelmeztetés, utána a súlyossági sorrend a következő az, hogy helyszíni bírság, és a harmadik pedig a feljelentés. Ez esetben, hogyha kerékpárosokról van szó, akkor nyilván a kollégák a helyszínen mérlegelnek, és döntenek differenciáltan természetesen, hogy melyik szankció éri el a legoptimálisabb hatást. Tehát magyarul... Nehezen tudom hogy megképzelni, hogy egyből feljelentés. Így van, így van, van így van. Krizmáját. Tehát egy kerékpárosnál lehet, hogy nem feltétlenül egy, egy ellenőrzés során mindjárt egy feljelentéssel kell élnünk, bár hangsúlyozom, hogy itt a helyszíni szituáció és az, hogy, hogy, a kollégáink mit tapasztalnak a helyszínen, mit tapasztalnak a, a kerékpárosnál, ez nagyon sok mindent befolyásol, de csak egy életszerű példát hadd mondjak, lehet, hogy egy figyelmeztetés és egy tök jó fej figyelemfelhívás sokkal hatékonyabb, mint több tízezer forintot kiróni egy kerékpárosra. Tehát, hogyha elmondjuk, hogy, hogy tessék ide figyelni. Lehet, hogy, hogy ön apró dolognak titulálja azt, hogy egy pár száz forintos világító berendezés nincsen, viszont hogyha egy fáradt kamionsofőr önt nem látja, csak az utolsó pillanatban, amikor már nem tud kitérni ön elől, és önből marad egy csúnya piros 100 méteren keresztül, akkor az nem túl egészséges dolog. Tehát azt akarjuk érzékeltetni ezzel, hogy ne pár száz forinton múljon az ember élete, és ne a bírságtól való félelem vagy az ettől való visszatartás érje azt el, hanem mindenkinek jól felfogott érdeke legyen, hogy ne pár száz forintokon múljon egy ember élet. Mert itt erről beszélünk. Hát alapvetően egyébként tényleg nagyon pici eszközökről és dolgokról beszélünk, amik, amik embert életet tudnak menteni, de én szerintem nem csak az eszközökön múlik, ez nagyon pici és egyszerű szabályok is vannak, amiket ha betartunk, akkor az eszméletlen sokat tud jelenteni a biztonságunk szempontjából. Ugye Szegedről és Szentesről beszélve, mind a két településen viszonylag sok a kerékpárút, viszonylag sok a kerékpáros, és főleg Szeged vonatkozásában azért elég sokszor hangzik el az a dicséret a várossal szemben, hogy itt, itt tényleg foglalkoztak a kerékpáros közlekedés koncepciójának a kialakításával, hogy merre menjünk, hogy mit csináljunk. Hogy, 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 merre vezessük a kerékpárost, és azért itt a, a, felfestésekben mindenben ugye megjelennek ezek a kerékpárutak. Mennyire van a kerékpárosok fejében ennek ellenére, hogy, hogy nekik azért általában ott kellene menni? Tehát, hogy nem a jártán biciklizek. Nem a járdán próbálok a, a járók elők között lomozni. Nyilván ez miattuk van, és igyekszünk mi is mindenkit arra felszólítani, arra felhívni, hogy ez azért majd azt használják. És megkockáztam, de természetesen mindenütt vannak kivételek, meg mindenütt van ellenpélda, de ahol van kerékpárút, azért többnyire azt használják a kerékpárosok, és azt is kell. Tehát figyelnek erre az, az a, a benyomás, vagy tapasztalat, a rendőri tapasztalat. Így van. Attól függetlenül a kerékpárútnak is megvannak a magas szabályai, és természetesen a kerékpárút is fogja egyszer egy főutat, vagy egy járműforgalmi utat keresztezni, és nyilván ennek is megvannak a magas specialitásai. Gondolok itt az elsőbségi szabályokra, meg az elsőbségi jogra, ami nem állok egy nagy titkot, hogy egyik legfrekventáltabb baleseti okunk. A kerékpárosok, mintha egy kicsit úgy éreznék, hogy, hogy az elsőségi szabályok rájuk nem vonatkoznak, sőt, hát tovább megyek, amit én így a, a műsor előtt már egyszer mondtam, mint mondatot önnek, hogy mintha nekik nem kéne megállniuk soha. Tehát, hogy a, a kerekpáros sok sokszor érzik azt, hogy, hogy le, leblokkolni, megállni, az nem, az nem is annyira trendi. Nekik azt úgy nem kell. Igen, nyilván a kerékpár, hogyha most lecsupaszítjuk a tényeket, akkor arra való, hogy haladjunk vele, és, és tényleg egy nagyon dinamikus és rugalmas forgalmi eszköz, ez egy közlekedési eszköz. De attól függetlenül tényleg ezeket a játékszobályokat azért kellene komolyabban venni, meg komolyan venni, mert egy kerékpár nincs ellátva olyan biztonságtechnikai eszközökkel, mint például egy személygépen, mint egy autó. Tehát nincsen energiaelnyelő zóna, nincsen kaszni, nincs légzsák, nincs biztonságjöv, és egy baleset esetén testük közvetlenül sérül, közvetlenül találkozik a talajjal, vagy pedig a járművel. Mondhatjuk azt, hogy végtelenül hamis a biztonsági érzetünk, amit ad? Minden mellett egy felszabadultságérzet biztos a mellette? Ad biztonságérzetet egy kerékpár ebből a szempontból? Szerintem nem feltétlenül összehasonlítható egy járműben ülő biztonsági helyzetével, és ezt kell tudatosítani a kerékpárosokban, hogy Bizony, bizony. Hát valahol olvastam, meg hallottam ezt a kifejezést, hogy a, a közlekedés poltestői közül a kerékpárosok az egyik ilyen komponens, a gyalogosok meg nyilván a motorosok mellett, de azt mindenképpen tudatosítani kell, hogy Bizony-bizony, azért, mert ők nincsenek kötelező semmiféle vezetőengedély letételére, meg semmiféle exakt és kézzelfogható keresztudás megszerzésére, attól függően ők is a forgalom és a közlekedés aktív résztvevői, és bizony-bizony rájuk is vonatkoznak kressz szabályok. Ezeknek nem tudása egy esetleges baleset esetén azért nem mentesíti őket a felelősségre vonás alól, de ha visszatérünk az alap alapelvre, itt az elsőbségi jog, nyilván a kötelező tartozékok meg a, technikai eszközök megléte után az, ami, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy mindenkinek beívódjon a szürke vagy akármilyen állományába, hogy ezek bizony rájuk is vonatkoznak, mert az egy egyszerű fizikai tény, hogy, hogy pár száz kilóval, akár tonnával szembe nincs esélyünk. És mi múlik megint az egész? Egy-két mozdulaton, egy-két jobbra-balra tekintésen, vagy egy-két szabály ismeretén. És akkor mi is az, az egy-két szabály elsőbbségi jog? Legalapvetőbb és nagyon-nagyon fontos szabály a jobb kész szabály. Bizony, bizony, vonatkozik kerékpárosokra is. Mit is takar, mit is jelent? Aki nekünk jobb érkezik, az bizony el kell, hogy engedjük végén fogok sugni, majd amikor a, a táblák hierarchiáját is elmondtam. Tehát jobb kis szobály, ezt követően jönnek a táblák. Van egy élőre állított piros szegélyes Mi is ez? Elsőségadás kötelező. Tehát, hogyha ilyenünk van kerékpárral, akkor bizony bizony nem csak a jobbról érkezőket, hanem a balról érkezőket is el kell engedni. Ezt követően találkozhatunk egy nyolc szögletű táblával, ami piros, és benne van egy stop felirat itt minden esetben meg kell állni, és nem véletlenül. Azért, mert a keresztülősnek a kiépítése, vagy a forgalom dinamikája indokolja azt, hogy megálljunk és bizony-bizony nézzünk szét. És itt is kiket engedünk el, jobbról-barról érkezőket. Tehát meg kell állni, szétnézünk, és elengedjük a jobbról-barról érkezőket. Következő a sorban a jelző lámpák. Három és piros, sárga és zöld vonatkozik többnyire kerékvárosokra, és itt nyilván, ha piros, akkor tilos, de hogyha már átvesszük és ismétlünk, akkor a zöld a szabad jelzés. Egyértelműen. Viszont az előbb, amiben belekaptam, hadd mondjam el az összes elsőséget szabályzó lehetőség közül, ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy minek hiszünk a szemünknek. Tehát annyi a lényeg, hogy ha jobbkezes lehetőségről van szó, akkor is nézzünk el balra. Tehát minden esetben, hogyha zöldet kapunk, akkor is ez legolcsóbb. Tehát pénzbe se kerül. Egy mozdulatba kerül, és ezt soha ne felejtsük el. Nézzünk szét mindig, és mi a szemünknek. Ha kerékpárosok és irányt akarok váltani, akkor ott mindig van egy, egy nagyon komoly kérdés azzal kapcsolatban is, hogy, hogy én ezt hogy jelezzem? Hogy érezze hogy az ember, hogyha szeretne irányt váltani? Mert ugye a régi jó módszer, ez a fogom és kivágom jobbra a kezemet, ez jól hangzik, csak nagyon sokszor ugye ettől instabil válik a kerékpár, abban a pillanatban más a dinamika, és másként tudok kormányozni. És szenvis szindróma, <laughs> tehát az a lényeg, hogy először hátra nézünk, most jön a hús, a kezünk, és utána még egyszer hátra nézünk. Tehát az a lényeg, hogy ez nézzen már így ki, hogy amerre akarunk kanyarodni, fordulni, először abba az irányba hátra nézünk, és ezt követően irányjelzünk, hogy jelzünk irányt, kezünket kitartjuk oldalra. Igen, az egy kis alaki dolog, de, de azért ez figyelemfejéből lehet, hogy nem lógatjuk a kezünket, nem 30 fokba lóg mellettünk, hanem derékszögbe, és ez rendes, egyértelmű irányt mutasson. És ezt követően még egyszer hátra nézünk, és megkezdhetjük a kanyarodást, az irányváltoztatást. Tehát ez hatékony. Hatékony, és, és az, hogy esetleg a stabilitás, mivel nem két kézzel fogjuk a kormányt, nyilván életszerű példa lehet akár az is, hogy, hogy kerékpáron foghatunk akár egy szatyort, és akkor is félkézzel kell közlekednünk, és itt jön képbe az, hogy, hogy a gyakorlati ismeretek megszerzése és elsajátítása nagyon-nagyon fontos, még akkor is, hogyha, hogyha nincs ilyen, hogy kerékpáros vezető engedély. Tehát attól függetlenül a szabályokat ismerünk kellene, meg a gyakorlati módok, tehát magyarul az, hogy, hogy irányjelzés az, menjen, az egy menjen, azt minél hamarabb, minél fiatalabb korban nem árt elsajátítani, hogyha tudjuk azt, hogy a családba a gyermekeink bicikliznek akarnak. Erre egyébként van egy jó program is, amit indított a rendőrség, ha jól tudom. Ezt a programot úgy hívják, hogy közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra. A Keve program, amit 2017-től a Szegedi Tankolati Központ Közreműködésvel, együttműködéssel és támogatásával hajtunk végre. Nem is jó szó az, hogy végrehajtunk, hanem már csináljuk. Ez egy pilot projektként indult, két iskola, három osztályába, és nyilván kíváncsiak voltunk, hogy, hogy mi a visszajelzés, van-e ennek értelme, van-e érdeklődés rá, és az a helyzet, hogy azon túlmenően, hogy, hogy ezt a gyerekek, a szülők és a pedagógusok is pozitív lépésként értékelték, ez azóta működik, és hadd említsem meg mindenféle nagy képűség nélkül, hogy már más megye is csatlakozott -e ez a programhoz, illetve átvette ezt a programot, nyilván helyi specialitásokhoz igazítva, de működik, és miről is van szó? Itt egy szisztematikusan felépített tanmenetről van szó, és uh, nyilván nem biztos, hogy, hogy a János Vitéz meg a másodfokú élet megoldó képlete mellé kerül a polcra a közlekedési ismeretek, de fontosság a szempontjából, hadd mondjam az, hogy kicsit igen. Mert ö, lehet, hogy, hogy a gyermek abban még nem tört el a kezét, hogyha, hogyha álmából felébreszte a János Vitéz, második verszakát nem tudta, viszont hogyha lelépett az útestre, és a körültekintést elmulasztotta, bizony-bizony abban már történtek komolyabb esetek, Tehát fontosság szempontjából úgy érzem, hogy minél korábban minél fiatalabb korba foglalkozunk a gyerekekkel, és minél fiatalabb korba kezdjük el a legalapvetőbb közlekedési ismereteket oktatni, és belejük plantálni, akkor ennek hosszú távon lesz eredménye, hosszú távon lesz hatása. Mi is, nyilván ez nem egy rövid távú befektetés, itt nem jövő héten, jövő hónapban kell ettől eredményt várni, de én, meg mi is hiszünk abban, hogy egy tíz év múlva egy olyan generáció kerül ki a utakra, a forgalomba, akik ismerik és tisztelik a közlekedés szabályokat, meg egymást is. Ez nekünk hol fontos? A baleset számadatok egyértelműen csökkenni fognak. Alapvetően a balesetek nyilván döntő többségénél azért az emberek mindig így, így, dobálgatják a labdát, hogy persze, mert a biciklis volt a hibás, persze, mert a gyalogos volt a hibás, persze, mert az autós volt a hibás. Hát ezek, ezek a tipikus jó kis ellentétek, amik, amik mindig megvannak a táborok között, attól függően, hogy az ember milyen eszközben utazik, sőt, nekem van olyan ismerősöm, aki négy keréken a biciklis szídja, majd utána biciklisként az autós. Tehát, hogy a, 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 tudatállapotok még a között is váltakoznak, hogy, hogy éppen aktuálisan mivel közlekednek. nem azt mondom, hogy feltétlenül mindenkinél így van, de mondjuk mit mutatnak a számok, vagy belemehetünk -e egyáltalán egy ilyen latolgatásba? Igen, egy rövid sztorival hadd hogy mennyire botolság egymás feje fölött párcát, párcát törni, és az, hogy egymás feje fölött tértem a különböző közlekedési rétegeket, tehát különböző kategóriákat. Tehát az, hogy most autós kontra kerékpáros, motoros kontra autós, motoros kontra kerékpáros mutogat egymás és egymás feje fölött párcát törnek. Nyilván létezik ilyen, van ilyen jelenség, de mint közlekedési akárki, vagy közlekedési szakember, hadd mondjam, hogy nem sok értelme van, mert az igazság itt is nagyjából középúton van. Egy példával hadd szemléltessem, hogy, hogy mennyire nem szabad egymás feje fölött pálcát törni. Egy sajtó megkeresés volt évekkel ezelőtt, hogy, hogy nézzük már meg, hogy a kerékpáros balesetek hogyan alakultak, és hogyha egy balesetet nézzük, akkor az gyorsan hadvázoljon fel, hogy egy balesetnek van okozója, meg van részese. Az okozót gondolom nem kell túlmagyarázni, az a nevébe benne van, tehát ő okozza ő tehát a baleset bekövetkezéséről. A részes pedig ő a szenvedő alany a balesetnek, tehát ő, ő többnyire nem tehet arról, hogy lezúzzák, vagy, vagy, baleset történik. De megnéztük azt, hogy a kerékpáros balesetek hogyan alakulnak, és volt egy szép kerekszám. És ebben nyilván benne vannak az okozók is, meg a részesek is és amikor megnéztem azt, hogy, hogy na, akkor nézzük meg, hogy ennek a szép számnak mennyi az okozó és a részes aránya, még kerekebb szám jött ki, és ö, nem állok el titkot azzal, hogy ez a két szám ugyanaz volt. Tehát ö, itt az élő példa, hogy jó, oké, lehet, hogy itt most ö, nagyon kisarkított volt a szituáció, is, és tényleg a csillogok úgy álltak, hogy pont fele annyi volt az okozó, meg fele annyi részes. De, de egyébként, hogyha megnézzük a statisztikákat, ezek többnyire fele fel arányban, nyilván nagyon minimális eltéréssel, de 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 félúton találkoznak. És ezzel azt akarom mondani, hogy fölösleges egy másfél fölött párcát törni, mert ugyanannyi hibát vagy, vagy, vagy okot lehet találni egy adott jármű kategórián belül az okozó meg a részes arányába, és itt mi a megoldás? Egy kis türelem, türelem tolerancia, meg közlekedés, partnerség, tehát az, hogy figyeljünk már egy kicsit oda egymásra. Hát a sokat azt gondolom, hogy kiveséztük legalábbis a kerékpáros közlekedés nagyon sok aspektusát. A két való közlekedésre időnk rövidsége miatt már csak egyetlen egy aspektusból uh, térnék ki, és tényleg egy nagyon-nagyon rövid kis szeszeletereig, de ugye nem csak a kerékpárosok, hanem a motorosok is megjelentek az utakon. Mik azok a tényleg nagyon fontos főszabályok, uh, amikre figyeljünk, uh, mi okozhat gondot ilyenkor tavasszal? Először is ott kezdeném, hogy azért magas a rizikófaktor a motorosoknál, mert ugyanúgy, mint a kerékpárosoknál, a, a motorosokat sem védi olyan komolyabb biztonságtechnikai berendezés, mint a kerékpárosokat, viszont itt nyilván azért vannak különböző protektorok, bukósok, meg, meg olyan dolog, ami egy esés következményét, egy baleset következményét, kimenetelét tudja lejjebb redukálni, viszont itt, ami komoly rizikófaktor az az, hogy az, ami alattuk van, az komoly lóerőkkel bír. Az emberi tényező a legkiemelkedőbb rizikófaktori motoros, motoros baleset e, szempontjából, tehát e, képességeket túl, míg a gépük teljesítményét alulbecsülik, becsülik. Tehát húzzák neki, és akkor sokszor ott a baj. Viszont e, a motoros baleseteknél a motorosok mellett hat szóljak, hogy a, amelyek lakott belül történnek, többnyire, illetve nagyon nagy százalékban egy nagyobb jármű, tehát egy autó, meglöki a motorost, és egy, egy követően alá kerül egy nagyobb testőjárónak a motoros, és ott a probléma, ott a baj. Tehát itt egy szabálytalan sávváltás is előidézhet egy komoly balesetet, miközben a motoros betart minden szabályt, vagy egy holtér nem használata, egy holtérben való motoros, és autósként nem figyeljük a holteret. Ez is okozhat komolyabb baleseteket. Tehát ilyenkor tavasszal a, akkor leginkább nekünk autósoknak a feladatunk, hogy, hogy számoljunk azzal, hogy most már jöhet oldalról valami. Így van, így van. Jön a motoros szezon. Előszett minket oldalról valami hirtelen. Igen, vagy ha nem is előzés, mi váltunk autósként sávot, akkor bizony-bizony nézzük azt a holteret, kukkancsunk be, mert ott egyik pontról a másikra lehet ott egy olyan faktor, tehát motoros, ami az előbb még nem volt ott. És ez nem a motoros sebesség túllépéséből fakad, hanem abból, hogy, hogy ő a sebességeket betartva, ő lehet, hogy pont ott van. És mi pont nem látjuk, mert pont a holtérben van. Ezért váltsunk pozíciót, amikor holteret nézünk, tehát magyarul ne ugyanabból a szögből nézünk mindig hátra, vagy jobbra, vagy balra, vagy oldalra. És hogyha a motorosok figyelmét fel lehet hívni néhány aprónak tűnő, de nagyon-nagyon fontos dologra, itt most több hónap kiagyás után pattanak megint gyerekbe. Tehát itt is legyen egy, egy felvezető időszak, tehát egy, egy viszonylag semleges helyen tegyenek egy-két a motorról, hogy ismét érezzék a gépet. Nagyon-nagyon fontos itt a motor műszaki állapota, tehát még az se baj, hogyha szakemberrel nézhetik át a motor műszaki állapotát, és itt gondolok a, a berendezés működésére, a kormány berendezés működésére, akkor nyilván az a motor az húzzon, hogyha húzni kell, tehát különböző mechanikai dolgok sem árt, hogyha rendesen működnek rajta, és a bukó és egy védőfelszerelések használata, tehát ezt se tegezzük le, ezt se vegyük komoly talanra, életeket mentett egy komolyabb protektor, vagy egy, komolyabb bukó. És nagyon-nagyon fontos még, hogy ne rutinból, hanem, hanem minden egyes irányváltást, minden egyes előzést vegyünk komolyan. És mind, minden ilyen alkalommal tényleg a megfelelő körültekintés, megfelelő szétnézés, és itt is a szemünknek higgyünk. Robert, Örnagynak nagyon köszönöm azt, hogy eljött a stúdióba és elmondta mindezt.